Azért általában Emiliával minden beszélgetést tisztességesen szoktunk promózni, felvezetni, hogy érdemes erre a következő beszélgetésre odafigyelni. Szerényen azt mondom, hogy szerintem a következő 11 percben semmi más ne csináljanak, csak minket figyeljenek. No, miért is mondom ezt? Mert lehet, hogy Parázs Vitára számítok itt a stúdióban vendégeimmel. Jó reggelt kívánok, Székely Sándor, az ISZON pártigazgatója és Dávid Ferenc, a DK, aki esetleg nem tudná, a Demokratikus Koalíciónak a gazdasági tanácsadója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát képzelje el, Dávid úr, én megnéztem tegnap este is, gyakorta böngészem a DK-nak a honlapját, mert sok érdekesség ez van. Nagyon, ezt nagyon támogatom és helyeslem, hogy ezzel töltött el estét. De nem ez lett volna a kérdésem, hanem az, hogy ott náluk, az ő honlapjukon minden úgy szerepel a DK-nál, hogy 100% demokrácia, 100% tolerancia, minden 100%, és meglepődve olvastam a Népszavában öntől egy olyan esszét, vagy jegyzetet, inkább így mondom, amiben kifogásolja az ISZON pártnak a felvetését, hogy tulajdonképpen Magyarországon 250 000 forintos nettó minimálbér jövedelemre lenne szükség. Mi ezzel a problémája a DK-nak? Maradjunk annyiba, hogy most a jegyzetet én írtam, maradjunk annyiba, hogy ez az én véleményem, és azt gondolom egyébként, hogy valószínűleg ezt a Demokratikus Koalíció egyébként osztani fogja ezt a véleményt. Nem udvarias dolog, hogy én kezdem a beszédet, mert ugye Sándor tett közé, hogy az MTI egy közleményt erről, hogy mit gondolnak a minimálbérről, és ugye nem csak a minimálbérről van szó ebbe a közleménybe, hanem szó van a családi pótlékról, szó van a nyugdíjas korpótlékról, szó van a szociális minimumról, és ugye a minimálbérről. Most ugye az azt jelenti, hogy egy hatalmas csomag, ami nekem a legfőbb bajom, mert én imádom az új ötleteket, és főleg a nagyon magas számokat. Tehát ön is szereti a 100%-ot, ők szeretik a 250 000-et, csak az egy dolog nem tisztázott, hogy végül is forrás oldalról, és ezt nem találtam meg a programjukban, elolvastam a programot természetesen, nem találtam meg, hogy mégis milyen forrásra próbálják ezt, illetve, hogyha ezt nettósítva gondolják, akkor a költségvetésből mekkora kiesés segítek lesz? Segítek önnek, nettósítva gondolják, mert Szanyi Tibor is elmondta itt az ATV-ben, hogy nettó összegről van szó, de akkor a rész... Még egy mondat, nem az a kérdés, hogy nettó 250 000, hanem az a kérdés, hogy a 250 000 forint bruttó bérként kell visszaszámolni, vagy nettó típusú kifizetés lesz, magyarul SZIA-mentes. Ez nem ugyanazt jelenti. Jó, de azért akartam átadni a szót a Székely úrnak, hogy mondja el pontosan ő, hogy egészen részletesen miről is lenne szó. Igen, hát köszönöm szépen a szót. Először is köszönöm szépen, hogy ezt a vitának itt az ATV helyt ad. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos ügy. A Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom azért jött létre, hogy az elmúlt 30 évben, leginkább az elmúlt 12 évben létrejött szociális válságot felszámoljuk. És ezt nagyon jól látja Dávid Ferenc, hogy igen, ezek komoly számok, de én azt gondolom, hogy a magyar nép dolgozik annyit, hogy megérdemeljen ilyen normális béreket. Igen, hát 250 000 forintnak kell lenni a nettó minimálbérnek, mert ennyiből lehet megélni. Ez a helyzet. Ilyen árak mellett egy ember, pláne ha még van egy gyereke is, no pláne ha család, tehát négy ember, két gyerekkel, család, eset, talán egy autó, talán egy nyaralás, hát minimum 250 000 forint kell. És adómentes lenne? Nem lenne adómentes, mi nem az adómentességgel játszunk, nem az adótörvényeket szabjuk át, mi azt gondoljuk, hogy arról kell beszélni az embereknek, hogy ami az elmúlt 30 évben itt kapitalizmus címszó alatt történt, meg fogyasztói társadalom címszó alatt történt, az gyakorlatilag egy kizsákmányolás. És mi azért harcolunk, hogy végre legyen egy olyan baloldali frakció ebben a parlamentben, ebben az országban, aki igenis kiharcolja az emberek segítségével, hogy itt normálisan lehessen élni, és igenis legyenek ilyen magasak a bérek, igenis legyen egyébként, ahogy bár Dávid Ferenc mondta, de én végigmondom, hogy 50 000 forint a havonta korpótlék, tehát ennyivel meg kell emelni a nyugdíjasoknak a bérét. Természetesen nem azoknak, akik milliókat keresnek, hanem azok, akik 100 meg 150 000 forintokat, ezekből millió ember van ilyen. Ezen kívül a családi pótlékot is valóban föl kell emelni 50 000 forintra, hiszen egész egyszerűen ilyen, annyira elszaladt már velünk ez a ló, hogy itt magyarok milliói dolgoznak egyébként nem egy munkahelyen, hanem 2-3 munkahelyen, azért, hogy egy normális fizetést összeszedjenek. Az nem lehet, hogy a magyar ápolók 150 meg 180 000 forintokért dolgoznak, az nem lehet, hogy a magyar tűzoltók, rendőrök, és elképesztő hosszú felsorolás lenne, hogy milyen bérekért
dolgoznak, és hogy ebből hogyan lehetne megélni. Annyira tündéri egyébként, ahogy így próbálja Dávid Ferenccel felvenni a szemkontaktust, és ugye folyamatosan ránézett, hát fantasztikus volt, elnézést, hogy ezt mondom, Dávid úr, az ön mimikája az előző két percben, meg se kellene szólalnia, minden az arcára volt. Visszaadom a Sándornak a szót, természetesen. Azért mondja, mert úgy merezgettem. Nem csak amikor most végre megtudtam, mert a programból nem lehet megtudni, és ezt negatívumként mondom, elnézésedet kérem, hogy a 250 ezret leírom, és most itt tudom meg a stúdióba, hogy ez végül is adóköteles, ez ugyanis bruttó 375 ezer forint, kiszámoltam otthon. Na most Magyarországon a mediánbér, tehát a magyarok egyik fele, másik fele, középen 325 ezer. Tehát ez azt jelenti, hogy teljesítménykövetelmény nélkül mindenféle, hogy mondjam, körülmény nélkül kiemelek egy elemet, ami egyébként durván másfél-két millió embert érint, és megemelem a bért. Kérdésem persze rögtön lenne, hogy mi van, aki fölötte van, az ilyen nem kap béremelést, mert nem csak ez a vállalkozás, amelyik ezt ki tudja fizetni. Persze. A következő hatalmas ugye, a programban, és itt a nyugdíjat említette, tehát én is említhetem, amikor azt mondjátok, hogy 50 ezer forint korpótlék. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon 2 millió 28 ezer nyugdíjas van, ez másfél millió nyugdíjast érint. Ez egy 4000 milliárdos kassa. Ehhez hozzá kell tenni legalább 1000 milliárdot, hogy ez működhessen. Tovább megyek. A családi pótlékra azt mondta Sándor, hogy jelentősen meg kell emelni. A 11.700-tól 17.000-ig szóló, attól függ hány gyerek, családi állapot, fel kell emelni 50 ezerre. Ez 300 milliárd forintról, matekról beszéljünk, 300 milliárdról 1000 milliárdra. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy hol a forrás? Hol a forrás? Nézze, én értem, hogy a vállalkozókért aggódik. Mi a munkavállalók... Én a DK képviseletében beszélek, mi a munkavállalókért aggódunk. Jó, én is. Hol a forrás? Most válaszolni fogok, jó. Hogy ugye itt az elmúlt 30 évvel mindig azt mondták, hogy majd jobb lesz, majd elérjük, majd odaérkezünk. De ezzel most lépjünk túl, hol a forrás? Én azt gondolom, hogy nincs több idő, tehát itt ezt meg kell megérni. És egyébként a forrás az megvan a magyar költségvetésben, mi ezt egyébként kiszámoltuk. Annyi a kérés csak, hogy amit a magyar dolgozók előállítanak értéket, annak a 16%-át megkaphassák. Ez benne van a magyar költségvetésben. Nézze, biztos, hogy nagyon sokan... Abban az országban, ahonnan 6000 milliárdot lehet évente multiknak kivinni, a bankrendszer is, és föl lehet építeni pár százmilliárdért felesleges stadionokat, és még egészen elképesztő dolgok itt épülnek, és arra van pénz. Én azt gondolom, hogy akkor az embereknek is kellene, hogy jusson pénz. Mi egyébként a mi programunkat egyébként tudják, hogy igen, szocializmus, ugye, és azt gondolom, ez gyökeres váltás az elmúlt 30 évvel szemben. Mi az embereket tesszük a középpontba. Az oké, okay, mert a forrás, amit mindig nem kaptam választ. Azt mondta a székerő, hogy megvan. Ez benne van a magyar gazdaságban. Meg kell mondani, ezt értem, ezt a kieső 2000 milliárd forintot, ami ilyen helyzetben, vagy a vállalkozókban a megterhelésed, azért tisztában kell lenni, hogy 600 ezer kisvállalkozó van Magyarországon. 5 fő alattiakról beszélek. Igen. Ha nekik a minimálbér, ugye ma a minimálbér nettóban 111 ezer forint. Ugye mondtok 250 ezer. Tehát 2,5-szerese lesz a mainak. Szeretném megkérni, hogy tényleg azt akarjuk látni, hogy 250 millió vállalkozó letérdel? Letérdel, mert ezekkel a bérterhekkel ezért kérdeztem, hogy van-e rajta bérterhel, vagy tisztán gondolják. Ugye azt mondtad, hogy továbbra is az adórendszer keretén a vállalkozói adórendszerbe. Tehát Magyarországon a magyar kisvállalkozói szférában fölemelni 375 ezerre egy csapásra, ami a programotokban nem az van, hogy 10 éven belül, hanem fordulatta. Ez képtelenség. Na egyébként, ha már itt adom, várjon egy kicsit, Székely úr, ha mondjuk a demokratikus koalíció kerülne hatalomra, akkor mondjuk, vagy kormányzásra, akkor inkább így fogalmazok, mert így talán az objektívebb, akkor mondjuk önök hozzányúlnának-e igen, a minimál bérhez, és ha igen, akkor hogy? Akkor én, mint a szakértője vagyok a demokratikus koalíciónak, és megkérdezik a véleményemet, arra nem tudok válaszolni, hogy így lesz-e, főleg egy hatpárti. Biztos hallgatnak erre a pártban. Megkérdeznek, nem? Maradjunk ennyiben, minél többet hallgatnak rá, annál jobban járunk mindannyian. Jó. Tehát, de lassan mondja, hogy mindenki megértse. Én már lassan mondom és érthetően. Azt gondolom, hogy a Magyarországon egy több kulcsos adórendszer, ez még vita kérdés, hogy kettő vagy három kulcs, a minimális bér adó mentesítésével nem értek egyet, tehát a nulla adókulcsos minimálbért nem fogadom el. Többen vagyunk a hat párt közül, hagyd ne nevezem meg, hogy ki van még, aki ezt nem támogatja. Van, akivel úgy prezentálja, hogy mindenki egyetért, nincs így. Nyilvánvalóan le kell vinni a legalacsonyabb bérőeknek az SZIA-ját szimbolikus nagyságrendre, de Magyarországon
1 200 000 embernek azt üzenni, aki a munkapiacon van, hogy neked a közteherben nem kell részt venned, ilyet nem szabad üzenni. Az összeget mondja. Milyen összeget? Hogy mennyi lenne a minimálbér? Minimálbér első lépésben egy ilyen gazdasági helyzetben az SZIA oldalról kell megváltoztatni, hogy ne növekedjen a vállalkozói teher, mert épp egy válságból próbálunk kijönni, hanem le kell vinni mondjuk 10% alá. Most ne kérdezzetem, hogy 6 vagy 7 vagy 8, mert ez nyilvánvalóan matek kérdése. Hát, ugyanezt a matekot kérdezi Székely Sándortól, aki jót akar az embereknek. Én rosszat akarok nyilvánvalóan, tehát hogy maradjunk annyiba, hogy le kell vinni az SZIA-t a biztos, hogy 2 számjegy alá. És föl kell emelni a magasabb, a szolidaritás jegyébe egy magasabb kulcsa. Na, maradt 50 másodpercük, felezzék meg a zárszóként, jó? Én azt tudom csak mondani, hogy ugye az elmúlt 30 évben nagyon sokszor meghallgattuk már, hogy olyan nem lehet az emberek bérét felemelni. Mi azért jöttünk létre, hogy ezzel szakítsunk, és hogy igeneket mondjunk, és hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat elintézni. Hogyan lehet az, hogy Magyarország mondjuk Európához tartozik, és mondjuk nem úgy kell megélni a magyar embereknek, hogy mondjuk, hogyha átjár Ausztriába, akkor 650 000 forintot keres takarítással, de hogyha itthon tanárnő vagy ápoló, akkor gyakorlatilag majdnem, hogy éhen kell neki halni, és a családját nem tudja betartani. Ez így nem folytatható, ezért én azt gondolom, hogy itt radikális változás kell ezügyben, és mi ezt végig is fogjuk csinálni. Ez több volt, mint 25 másodperc, de hagyjuk meg a Dávid Ferencnek is az utolsó. Erre csak azt tudom mondani, hogy nem, szabad, nem kell segíteni, köszönöm szépen. Azért nem 250 000 forintra kell felemelni, hanem a luxemburgi minimálbér 1800 euró, és akkor minden magyar munkavállaló boldog lesz. Esküszöm, hogy olyan jó volt ez a beszélgetés, szólok is majd a szerkesztőknek, bár biztos ők is nézték, hogy több ilyen legyen. Elég, hogyha azt csináljuk, amit lehet, nem kell 1800. Egyébként csak azt akartam mondani az ön pártjának, mert tudom, hogy nem pártak, de hogy mégis a gazdasági tanácsadója, 100% szolidaritás, tehát ez van benne a program, vagy a honlapjukon, úgyhogy így nyugodtan támogathatná az iszom pártnak a... Én 200% szolidaritás híve vagyok. Oké, akkor legközelebb így folytatjuk, vagy innen folytatjuk. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük a lehetőséget. Igyanak egy kávét.